hatalmas győzelmet aratott Karcagon Szepesi Tibor. A Fidesz színeiben induló jelenlegi településvezető 4892 szavazatot kapott a június 9-ei voksoláson, ezzel a szavazatok 65,74%-át szerezte meg. A jobbikos jelölt Lukács László György 2550 szavazatot kapott, ez a szavazatok 34,26%-a. A választás.hu adatai szerint a karcagi képviselőtestület összetétele a következőképpen alakul. Karcag egyes számú egyéni választókerület Molnár Pál. Karcag kettes számú egyéni választókerület Kanász Nagy László. Karcag hármas számú egyéni választókerület Nagyné László Erzsébet. Karcag négyes számú egyéni választókerület Gyurcsek János. Karcag ötös számú egyéni választókerület Pintér Zoltán Árpád. Karcag hatos számú egyéni választókerület Karcagi Nagy Zoltán. Karcag hetes számú egyéni választókerület Kunni Nánási Mónika. Karcag nyolcas számú egyéni választókerület Birizló Csaba. Kompenzációs listán a Jobbik színeiben három képviselő jutott be a testületbe. Lengyel János, Sélei Ilona és Andrási András. A választási győzelmet a Fidesz eredményvárójában kísértük figyelemmel. Nyertek, az újakat mondanám először, Kunné Nánási Mónika. Akinek nem csak egy egyszerű győzelme volt, hanem dr. Lukács László Györgyöt verte meg, a Jobbik frakció vezetőjét, országos politikust vert tönkre a körzetében, úgyhogy gratulálunk Mónikának! Akkor a másik újjal kezdem, Birizló Csaba, aki... Ne álljon ott egyedül, Birizló Csaba, nem? Pánti Ildikó, jöjjön ide ki, mert... Ildikó! Tanítványai, vagy Ildik oda Csaba mellé, mert egy nagyon szép átadás átvétel volt, és... Meg kell mondani, nagyon örülünk az eredményeknek, és hogy sikerült a városban ismételten megőrizni a régi eredményeket, ami már 1990 óta megy. Ugye én új képviselőként léptem be ebbe a rendszerbe, és hát nagy izgalommal vártuk azért az eredményeket, és hát nagyon örülünk, hogy így sikerült, és hogy minden körzetet sikerült megnyernünk, és polgármester úr is maradt a székében. Most már így 1990 óta egyedüli városként Karcag az, aki megőrizte ezt a régi hagyományt. Hát mindenképpen nagyon köszönjük a szavazóknak a bizalmat, tényleg ezért nagyon hálásak vagyunk, és hát igyekszünk majd azért ezt meghálálni, és igyekszünk a város érdekében dolgozni, igyekszünk a város lakosságával együtt gondolkodni, átérezni, hogy ők mire van szükségük, mit szeretnének, hogyan fejlődjön tovább a település. Azt gondolom, hogy ezt a következő városvezetés is garantálni fogja, hogy a város lakosságának az igényeit figyelembe vesszük. Mindenképpen én is nagyon köszönöm Ildikó nénnek, aki előttem képviselte ezt a körzetet, és nagyon-nagyon komoly munkát tett ebbe bele, hogy igyekszem őket képviselni, és igyekszem ezt a munkát folytatni. Remélem a megelégedésükre tudom elvégezni ezt a munkát, és a város lakosságával együtt dolgozva a körzet fejlődésért kőkeményen dolgozni a következő években is. Úgyhogy ebben nagyon bízunk, és még egyszer nagyon köszönjük a város lakosságának ezt a hatalmas bizalmat, amit már évtizedek óta irányunkban táplál, és maga a Fidesz-KDNP pártszövetség is azt gondolom, hogy hálás lehet ezért, hogy egy ilyen erős
bázisa épülhetett ki itt a megyében, és bízunk benne, hogy a vármegyei közgyűlésben is erős képviselettel tudunk jelen lenni, ami szintén a város érdekeit szolgálja hosszú távon. Jó, még egyszer köszönjük, és hát most ma már az ünneplésé a szó. Köszönöm szépen a bizalmukat és a figyelmüket. Mi a vélemény a választási eredményekről? Mit üzennél a lakosságnak, és hogy mik a terveid következő ütében? Hát végtelenül boldog vagyok, hogy a választási eredmények az én várakozásomnak megfelelően teljesültek, és hogy sikeresen megnyertem mind a két szavazókörömben a választást. És hát ez hatalmas felelősséget is ró rám, hiszen a szórólapokon, amiket eljutattam a választópolgáraimhoz, azokon azért megfogalmaztam jó pár olyan törekvést, illetve célt, amit szeretnék az elkövetkezendő időszakban majd megvalósítani, és bízom benne, hogy meg is fogom tudni valósítani mindet. Én nagyon hálás vagyok valamennyi választópolgárnak, aki elment mai napon szavazni, és rám tette a voksát, és igyekszem megfelelni az elvárásaiknak. Mi a vélemény a választási eredményekről? Jó helyre kerültek el? Én örülök annak, hogy Karcagnak a lakossága ezúttal is a Fideszt választotta. Ez 1990 óta, tehát 34 év óta töretlenül így van. Karcag egy nemzeti szellemű, hagyományaira büszke, hagyományait őrző városa, Nagykunság fővárosa, és mindig a Fidesz támogatta valamennyi szavazást, a helyhatóságit, polgármesterét meg tudtuk nyerni, és én örülök annak, hogy ez most is így, meggyőző pölénnyel, pölcsőszamlásszerű győzelemmel sikerült. Azt is elmondhatjuk, hogy 1990 óta Karcag az egyetlen olyan város, ahol folyamatosan fideszes vezetés van. Én kívánok Szepessy Tibor polgármester úrnak, az önkormányzat valamennyi képviselőjének jó munkát, sok sikert, és bízom abban, hogy további kedvező hírek futnak be, hiszen a nagykunsági régióból is várjuk az eredményeket. Az előzetes adatok azok biztatóak, tehát Kunmadaras, Kunhegyes, illetve Kisújszállás városokból jó hírek jöttek, de Kenderesről, Tiszapüredről és a környező falvakból is döntően jó hírek futottak be a mai estén. Szepessy Tibor polgármester, itt Karcagon a képviselőink mindent megteszek a lakosság érdekében, végzik azt a munkát, amit vállaltak, és hát nagyon fontos az is, hogy ismerik a szavazókat, ismerjük a város lakosait, az ő által megfogalmazott elképzeléseket, igényeket, és azokat a legjobb tehetségünk szerint igyekszünk valóra váltani. Úgyhogy a körzet képviselői, a megyei vezetők és az országos vezetők, a kormány egyaránt egy célért dolgozik, azért, hogy a magyar vidék, benne Karcagváros és az ország felemelkedjék. Én örülök annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is megfordult városunkban, segítette a kampányunkat, és hát én úgy látom, hogy ennek az eredménye nem csak Karcagon, hanem országosan is látszik. Szeretném megköszönni a szavazóinak azt, hogy kitartottak mellettünk, azt, hogy ilyen nehéz háború fele sodródó világban is nem tévesztették el a célt, azt a célt, amit a Fidesz kitűzött, hogy megóvjuk a békét, és ezáltal Magyarországnak a fejlődő képességét, valamennyiünk érdekében, valamennyiünk jóléte, boldogulása érdekében. Köszönjük a szavazóknak, köszönjük minden karcagi polgárnak. Választott az ország, választott Karcag polgármester úr, beszélj már kicsit arról, minek köszönhető ez a hatalmas siker. Karcag marad azon az úton, amelyet 4 évvel ezelőtt elkezdtünk, hiszen a választópolgárok úgy döntöttek, és ahogy látjuk, söprő többséggel úgy döntöttek, hogy folytassuk ezt a munkát. Valószínűleg jónak ítélték, amelyet az elmúlt években végeztünk. Köszönet nekik azért, hogy bizalmat szavaztak a következő időszakra polgármesterként, és bizalmat szavaztak a képviselőtestület valamennyi tagjának, hiszen ugyanazzal a felállással, két új kollégával a sorainkban tudjuk folytatni azt a munkát, amelyet elkezdtünk a város fejlődése érdekében. És hát nyilván köszönet annak a sok-sok segítőnek, aktivistának, aki az elmúlt napokban segítette a választás kapcsán munkánkat, és nagyon sok megkeresést, telefonos megkeresést végzett annak érdekében, hogy mind a polgármesteri, mind az önkormányzati, mind a megyei lista, mind pedig az uniós lista sikeres legyen a városban.
Én azt gondolom, hogy azt látták, hogy a település érdekében minden olyan fontos munkát elvégeztünk, amely a város fejlődését szolgálja. És nem csak erre a 4 évre, hanem a hosszú távú céljainkkal, azokkal az elképzeléseinkkel, amit bemutattunk, ezen nyilván a város szeretnék tovább fejleszteni, és ennek a munkának szavaztak ma bizalmat. Elnök úr, hogyan értékeli a vasárnapi eredményeket? Elsőként is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki élt a választójogával és részt vett a tegnapi választásokon. Nem csak Európa parlamenti, hanem vármegyei önkormányzati képviselőket is választottunk, és azt gondolom, hogy ez a kettős választás, ez rendkívül módon reprezentálja, hogy az embereknek igenis elsöprő igényük van a béke iránt. Én külön köszönöm azokat a szavazatokat, amiket a békepárti képviseletre adtak le a választópolgárok, és gratulálok oldaltól való függetlenül minden polgármesternek és képviselőtestületi tagnak, valamint Európa parlamenti képviselőnek, akiket megválasztottak a választópolgárok. Hogyan látja a megyének a jövőjét? Én azt gondolom, hogy egy nagyon erős békepárti képviselő, Fidesz-KDNP képviselőcsoport fogja a jövőben is vezetni a vármegye önkormányzatot. Nagyon erős felhatalmazása, hiszen az előző választáshoz képest 8000 szavazattal többet kapott a Fidesz-KDNP listája. Ez is azt jelenti, hogy az emberek bíznak ebben az erőben, bíznak abban az összefogásban, amiről eddig is már tanúbizonyságot tettünk, és azok a tapasztalatok, amik közelebb vitték az embereket a döntéseikhez, azok a tapasztalatok fogják majd nekünk is adni a muníciót, az erőt, amikor akár a döntések előkészítésében, akár a végrehajtásában, de ugyanilyen lelkismeretesen és ugyanilyen együttműködően fogunk tudni az egyes települések vezetőivel, önkormányzatok képviselőtestületeivel, országgyűlési képviselővel együttműködni.